mi, akik a mérgező gyomok elpusztítására vállalkozunk, megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy tűzre vessük a gyalázatos szövegeket, hogy kitöröljük ezeket az emberi emlékezetből, és üldözzük azokat, akik mindezt kinyomhatják. Nyilvánvaló azonban, hogy amíg mi aludtunk, az ördög újra meg újra megújuló ravassággal munkálkodott. Mennyivel mélyebben hagyja a lelket az, amit a szem lát, mint ami az ilyen könyvekben olvasható? Mennyivel súlyosabban rombolja a fiatal fiúk és lányok elméjét a kimondott szó és az azt kísérő gesztus, mint a könyv lapján olvasható holt szava? Következésképpen sürgősen el kell űzni a városunkból a színészeket, ahogy ezt a nem kívánatos személyekkel tesszük. Éppen ezért a válság megoldására az is egyetlen reményünk, hogy üldözni kezdenek bennünket, és főleg azokat a fiatalokat, akik színházzal akarnak foglalkozni. Így kialakul majd a komédiásoknak és színházcsinálóknak egy új diaszpórája, amely a tiltásokból minden képzeletet felülmúló erényt farag, és új színházat hoz létre. Köszönöm megtisztelő figyelmet!